A Cikádor magazint látják, köszöntöm nézőinket. A bátaszéki székelyek baráti körét már szinte senkinek nem kell bemutatni a városban. 30 éve működnek szervezetten, összegyűjtik őseik örökségét és igyekeznek továbbadni azt a fiataloknak. Munkájukat a város Pro-Urbe díjjal jutalmazta, Kismődi Istvánnal beszélgetünk a következő percekben. A bátaszéki székelyek baráti körének elnökével, Kismődi Istvánnal beszélgettünk az egyesület kezdeteiről, származásáról, a székely hagyományok megőrzéséről és arról, hogyan látja ő a fiatalok szerepét a hagyományőrzésben, valamint a székely baráti kör további terveiről. Hát kicsit meg is hatódtam a dolgon, mert ugye van ez a székely egyesületünk, a máink. És hát csináljuk, amit gondoltunk, amit meghatározunk, amit elterveztünk, meg az alapszabályban van. De persze természetesen nem azért vagyunk, vagy nem azért csináljuk, hogy valaki is elismerje, vagy díjazza a munkánkat, hanem úgy érezzük, hogy nekünk ez belső késztetés, és ezt csinálni kell. Tamási István Éjboly néni, az már 1970-ben megalakította a Székely Asszony Kórus nevű társulatot, holott férfiak is voltak benne, sőt, zenészek is voltak az elején. Aztán ezek voltak, léteztek, persze benőttek a fiatalok a énekkarba, és akkor mikor kinyílott 89-ben a lehetőség, akkor gyorsan megalakultunk, elsőre nem sikerült. Másodikra már egész sokan voltunk a kultúrotthonban, noha mindig voltak rossz hangok, akik azt mondták, hogy a többi népcsoportnak a kárára akarunk, pedig semmi szándék soha nem volt arra, hogy valakit is félretegyünk, vagy elnyomjunk, nem ez nem szempont soha nálunk. Kismődi István azt mondja, a szocializmusban nehezebb volt megőrizni a székely identitásukat és elődeik tárgyi emlékeit is a párthatalom működése miatt. Nehéz volt. Hát az a baj, hogy ugye ez a pártpolitika is megosztotta az embereket, mert akik gyorsan beléptek, azok átálltak arra az oldalra, és akkor a saját fajtáját piszkálta, hogy milyen csúful beszél ez az ember, és nem szégyeli magát. És akkor hát az első látszatra ugye az volt, hogy azonnal levetették a székely szép népviseletüket, felöltötték azt, amit ugye a polgári emberek használtak. Aztán megtörténtek az első házasságok, akkor már nem lehetett olyan keményen tudatni senkivel, hogy ki hova tartozik. De ugyanez volt nálunk is, amikor megalakultunk, akkor ugye próbáltunk embereket becserkészni, hogy szálljanak be hozzánk, hogy legyenek az egyesület tagjai. Mindjárt azt nézték, hogy miféle ellenségeskedést szítunk most megint ismét, független attól, hogy szabad világ akar lenni, mi megint kiásunk egy csatabárdot holott. Szó sem volt sosem róla. Az őseink valahogy túlélték ezt, mi meg otthon a családba tudtuk azt, hogy hova tartozunk. Valamennyit sikerült átörökíteni, főleg azokat a ruhadarabokat, amiket nem adtak el, amiket nem téptek széllyel. Azokat az eszközöket, néhányat, amit még sikerült hozni, ugye, mert az első kirajzáskor vagy kitelepítéskor, amit még Németh Kálmán intézett 1941-ben Bukovinából, ott meg volt engedve, hogy egy nagy ládába, egy nem tudom háromszor, egyszer egyes ládába, amit tudtak, belecsomagolhattak, mást nem vihettek, mert románok se engedtek. Azt elhozhatták, de már itt a bácskai meneküléskor, ami 44. október 8-án volt, ott már csak azt, amit hirtelen magukhoz vettek, azt hozták magukkal. Tehát igazából nem készültek fel se egyik, se a másik a menekülésre, nem is beszélve arról, hogy nem először nem Bátaszékre jöttek, hanem az ország más részeibe, úgyhogy nem sok minden maradt, de ami maradt és ami mégis megmaradt, azok egy része itt látható a tájházban is. Thank you.
Elég nagy probléma ez a fiatal dolog, mert a székely nép az későn érő típus. Én is csak egyetem alatt jöttem rá, hogy hova tartozom, hogy nekem is kellene tenni valamit érte. Hát meg az van általában mondjuk egy faluhelyen is, meg hogy kinyílott ez a világ, akkor még jobban, hogy valaki akar valamit, nem biztos, hogy helyben marad, hanem elmegy. És aki elmegy, az már úgy vehetjük, hogy el is veszett számunkra. Akik itt maradnak, azok gondolkodhatnak azon, hogy mennyire szállnak be hozzánk, holott a nagymamától még mindenki hallott, meg tudott dolgokat, és hogyha van annyi kurázsi benne, akkor jelentkezik akár a kórusba, akár a tánccsapatba, mert most szerencsére 16-ban megalakult ez a székely unokák tánccsoport, ami most úgy tűnik, hogy szerencsés csillagzat alatt van. Vannak fiatalok, illetve másoktól látjuk azt, hogy hol lelkesebbek az én korosztályom, akik ezt kell, hogy viseljék ezt a terhet, hogy beszervezzék és újra gondolják ezt a székelységet. Meg vannak néprajzi táborok, különböző versenyek, mesemondó. Hát volt, amikor mesemondóra tudtunk vinni 8-10 gyereket, úgyhogy ez szerencsés dolog. Viszont akkor máshol nem voltak sokan. Ez olyan változó dolog. Lassan kopik sajnos, ezt tudomásul kell venni. Nem szerencsés, mert én azt mondom, minden ilyen hivatalos megkereséskor, amennyiben elvesztjük a székelységünket, akkor a magyarságunk is el fog veszni. A fiatalok már tudják azt, hogy nem arról szól a dolog, hogy valaki székely vagy sváb, az ember a fontos, és az embert a tettei alapján tudják legjobban megítélni, mi meg a tetteinkkel próbálunk bizonyítani, hogy semmi rosszat nem szándékozunk, mi csak a saját magunkat szeretnénk, és nem is azért, hogy másoknak megmutassuk, hanem az, hogy megmaradhassunk. Tehát nem azért táncolunk, vagy tanulják a táncot, hogy másoknak, hanem azért, hogy magunknak. Az énekeket is először csak maguknak énekeltek az asszonyok, és akkor rájöttek arra, hogy másokat is érdekelhet, és akkor jöttek, hogy kell indulni pályázatokon, meg minősítőkön. Úgyhogy én úgy érzem, Bátorszéken, lehet, hogy rosszul látom, hogy Bátorszéken nincs semmiféle probléma, sem most, sem. Az én időmben már nem volt. És hogy mi kell ahhoz, hogy valaki munkahely mellett egy székely baráti kör elnöke legyen? Kismődi István szerint egy stabil családi háttér elengedhetetlen ehhez. Rengeteg időt elvette. Elvesz most is, csak már 10-valahány éve nyugdíjas vagyok, úgyhogy most már nem zavar a dolog. Otthon konfliktus van, de feleségem is székely, úgyhogy próbálkozunk kicsit csiszolódni, hogy lássa be, hogy ez nem az én érdekem, ezt a közösségért, és tényleg nem tudom igazából megfogalmazni, mert ez egy belső késztetés, amit vagy érez valaki, vagy nem. Én nagyon. Ugyanígy, hogy nem csak itt, hanem például szeretek kimenni Erdélybe, az a minden nekem. És amikor ott vagyok, akkor egész más világot élek meg. Rendszeresen megyek én Csíksomlyói búcsúra is, meg Bukovinába is mindig viszek, akiket el tudok csábítani, de van, amikor önként jelentkezők vannak, volt, amikor nem is tudtam. Hát először még nagy busszal mentünk, most már csak ilyen kis 9 vagy 14 főssel megyünk. Kismődi István úgy vélekedik a még előttük álló feladatokról, hogy van még mit csinálni, de ezt teljes erőbedobással és az önkormányzat segítségével szeretnék végrehajtani. Egyrészt megtartani az elért eredményeket, ez a legfontosabb. Kellene bővíteni az énekkart is, meg lassan lehet, hogy megint mehetnénk minősítőre. De felcsillant egy remény, hogy hát a Bátorszéken ezt a szobát, vagy nem ez, de egy ilyesmit lehetne egy saját fészekbe kialakítani, hogy hát ha lenne lehetőség egy úgynevezett székelyek házát kialakítani, mert székelyház az nem, hát ezek Bátorszéken főleg svábok voltak régebben. Tehát egy székelyek házát kialakítani, és az egy nagy dolog lenne, hogyha lenne a saját fészkünk, minden dolgot ugye ott rendeznénk, ott lehetne próbálni is, és akkor ott esetleg felállítani szövőszéket, akik,
akarnak szülni, megtanítani, vagy egy fafaragó tábort oda hívni. Tehát mindent, amit mások nagyba csinálnak, azt lehetne esetleg kisebb személyzettel, kisebb közösségbe. Ez nagyon fontos feladat lenne. 99-től már rendszeresen kapunk. Legalább a kis működésünkre egy telefonhasználat, egy másológép. Tehát a kisebb postára, kisebb dolgokra mindig kapunk annyi pénzt, hogy tudjunk létezni. Nem beszélve arról, hogy közben pályázunk is nagyobb dolgokról, de hát azok célirányosak általában. Hát természetesen azzal büszkélkedem, bár nem én kaptam, hogy hát ez a miénk. Hát ennek mindenkinek kell örülni, és hogyha átragad valakire is, vagy át tudom ragasztani másokra ezt az élményt, azt, hogy mi vagyunk, és csináljuk, és kell csinálni, akkor van esély arra, hogy fennmaradunk, és mások is átérzik azt, hogy... De hát szerintem van. Egy-kettő mindig van, tehát igazából még nem vagyunk elveszve, de jól jönnek ezek a dolgok. Egyáltalán én örülök annak is, ha valaki megdicsér bennünket valami miatt. Bukovinak közepire van egy fa, senki se tudja, hogy mi termik rajta. Termik rajta hűszerelem rózsapárjával, meg vagyok elégedve a babámmal. Harmadik alkalommal rendezték meg a Heimat német nemzetiségi tábort Bátaszéken. A tábor célja, hogy a sváb és német kultúrába betekintést adjon a fiatalabb generációnak, és megmutassa azokat a táncokat és énekeket, amiket évtizedekkel korábban űztek felmenőik. A fiatalok szerint a tábor jó alkalom arra, hogy megismerjék a korábbi táncokat és énekeket, valamint közelebb kerüljenek a sváb kultúrához ezáltal. A hagyományőrzésnek a fiatalabb generáció életében fontos szerepe van. Így megtanulhatják, hogyan éltek évtizedekkel ezelőtt az emberek, és milyen szokások játszottak fontos szerepet az életükben, vagy éppen milyen táncokat táncoltak, és milyen dalokat énekeltek, amikor a szórakozáson volt a sor. A Heimat tábornak éppen utóbbi megismertetése volt a célja. A fiatalok, akik részt vettek az ötnapos táborban, különböző táncokon és dalokon keresztül ismerhették meg sváb ősei kultúráját. Stoff zu, liebe, liebe Lise, liebe Lise, Stoff zu. Womit soll ich aber denn zu stopfen, lieber Heinrich, lieber Heinrich? Mit dem Stoff, liebe, liebe Lise, liebe Lise, mit dem Stoff, wenn der Stoff. A táborba már harmadik éve visszajáró Apül Zsóka is ezt tartotta a legfontosabbnak, amellett, hogy azért szeret a táborba járni, mert remek a hangulat és sok barátot szerzett, mióta táborozni jár. Nem először vagyok itt, körülbelül minden évben megrendezik, tavaly ugyanekkor volt, csak akkor elutaztunk Várajára is, és tavaly előtt pedig novemberben rendezték meg, akkor pedig még kezdők voltunk, és akkor az alapokat vettük át, akkor tanultunk meg keringőzni, akkor tanultuk meg a polkát és az alaplépéseket, de most már külön koreográfiákat tanulunk meg. A hangulat az mindig nagyon jó, egy nagyon jó csapat alakult ki 3 év alatt, és 1 éve csatlakoztak hozzánk a kisebbek is, és nagyon jól összeérett ez a csapat. Én nagyon szeretek itt lenni. Zsóka szerint fontos, hogy fiatalabb korban is megtanulják ezeket a táncokat, mert ez jó hatással van a mozgás kultúrájukra, és így közelebb hozza őket a népi kultúrához is. A lány nagypapája is sváb származású volt, innen ered az ő szeretete is a táncok és dalok iránt. Ez egy olyan dolog, aminek nem szabad kihalnia, mert ez is a történelemnek egy része. Tehát olyan, mintha egy ilyen történelem órán lennénk, csak egy kicsit meg van fűszerezve érdekesebb dolgokkal. Egy történelem óra és egy tesi óra összevonása. Ugyanígy vélekedik, amíg csak 14 éves Koláp Márk is, aki először vett részt a Heimat táborban. Stábunknak azt mondta, hogy életre szóló élményekkel lett gazdagabb, és az is biztos, hogy jövőre is visszatér táncolni és énekelni. Ez az első táborom. December óta kezdtem el német táncra járni, mert sváb származású vagyok, és gondoltam, hogy elkezdem. A régi iskolámban is táncoltam,
meg hát még azért, hogy gondoltam fejleszek kicsit a német tudásomat, meg hogy jobban tudjak táncolni. Jó a közösség, jókat lehet itt szórakozni, tanulunk új táncokat, meg így a régi énekeket előveszik. Bátaszéki Heimat német nemzetiségi tánccsoport vezetője azt mondja, már harmadik éve, hogy megrendezik ezt a tábort, és ez idő alatt rengeteget nevettek a gyerekekkel, sok táncot és éneket sikerült nekik megtanítani. 3 évvel ezelőtt vettem át a tánccsoportot, a nagyokat, és szeptembertől indultak az utánpótlás, akkor még ugye úgy hívtuk, hogy utánpótlás csoport, és akkor már elkezdtünk ilyen intenzív, az őszi szünetben intenzív próbát tartani, ami 3 napos volt, és akkor rákövetkező évtől, úgyhogy 17, 18, 19, ez a 3. év, hogy most a csoportokat így helyszinten egy hétre tánctáborra becsalogattuk. Elsősorban most ugye az ének dolgokat, az ének, amiket én megtanultam annó énekeket, ugye 77-ben alakult a tánccsoport, és én ott alapító tag voltam, táncoltam 7 évig, és hát az élet úgy hozta, ugye, hogy akkor 16-ban megkaptam a csoportot, átvettem őket, és ugye amit én megtanultam annó a Glöckner János keze alatt, én próbálom a táncok mellé az énekeket is hozzárakni, ugye, mert a János bácsi idejében is azért az ének az fontos volt. A tánccsoport vezetője szerint fontos, hogy a gyerekek már korán elkezdjenek megismerkedni a hagyományaikkal és elődeik szokásaival, hiszen így tovább tudják örökíteni azt, és ennek köszönhetően a sváb és német kultúra hosszú ideig fent tud maradni. Én úgy gondolom, hogy itt, ahogy például a Márk is megemlítette, ugye, akik sváb gyökerekkel rendelkeznek, az identitástudat, hát most az nem tudom, hogy mennyire hagyományőrzés, mert mi a szószoros értelmében nem hagyományőrző csoport vagyunk, hanem mi a Glöckner János hagyományait táncoljuk, azt visszük tovább, amit a János bácsi nekünk anno megtanított, azt adjuk tovább, és azért a hagyományőrzést azt olyan téren tesszük, hogy hagyományőrző tánccsoportoknak, amik készültek koreográfiák, mi azokat ugye szintén megtanuljuk és előadjuk. Ugye az idei évünk, meg a tavalyi év is a Csóri Sándor pályázatba lehetővé tette, hogy tudjunk koreográfiát vásárolni, és ezáltal így a hagyományőrző tánccsoportokkal is, a munkásságukkal is, a lépésükkel is megismerkedtünk, és akkor ezt próbáljuk most a segítőkkel átadni így a kisebb csoportoknak is. A Heimat német nemzetiségi tánccsoport vezetője sokáig Glöckner János volt. Ma az ő örökségét viszik tovább, és Kordai név Varga Gabriella vezetésével a fiatalok és idősebbek bátaszéken. János bácsi sajnos már nincs közöttünk, ugye ő meghalt, és hát ezt az űrt, szóval régen sem volt, most sincs olyan ember, aki őt tudná pótolni. Hát megpróbáljuk helyre rakni úgy a dolgokat, a táncokat, a lépéseket, és vinni tovább azt, amit ő megálmodott, megkoreografált, ő is gyűjtött, abból csinált táncokat, koreográfiákat, és azért próbáljuk a különféle korosztályoknak ezt átadni. A tánccsoport jelenlegi vezetője szerint lehetetlen az előző vezető helyébe lépni, de látván a fiatalok igyekezetét és eredményeit, jó úton haladnak afelé, hogy ők is megőrizzék elődeik kultúráját. A Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai biciklitúrát szerveztek a Molyhos Tölgyhöz, amelyet 2016-ban az évfájának választottak. A gyerekek mindegyike teljesítette a közel 3 kilométeres szakaszt.
elmegyünk a Bezerédi úton, ott is a hegyi úton megyünk végig. Azt szeretném mondani, hogy libasorban senki nem előzhet, nem fogunk versenyezni, jó? A Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai biciklitúrát szerveztek a Molyhos Tölgyhöz, amelyet 2016-ban az év fájának választottak. A szervezés megindokolta az előregisztrációt, de ez sem tántorította el a részvenni kívánó gyerekeket, minden beregisztrált személy megjelent. Pécsi Edit, a gondozási központ munkatársa elmondta, hogy a nyári táboruk keretén belül szervezték a kerékpártúrát. Minden évben nyári játszóházas programokat szoktunk szervezni, ez nagyjából az iskolai szünetre datálható, és egészen az iskolai szünet végéig, tehát augusztus közepe végéig van, ez körülbelül 10 hetetől áll fel, minden pénteken délelőtti programként van jelen ugye a mi életünkben is, illetve a gyerekek életében is. A szervezők elmondták, külön útvonalon egy mellékúton haladtak, hogy biztonságos legyen a gyerekek számára. Voltak, aki bicikli nélkül, a kísérő autóban utazva értek fel a tölgyhűvös árnyékába, azért, hogy barátaikkal együtt lehessenek. Nincs kész a bicikli, míg ott még tanulgatom. A gyerekek mindegyike teljesítette a közel 3 kilométeres szakaszt. A táv végén biciklijüket tolva haladtak az Orbán-hegyi tölgyhöz, hiszen felnőtt sportolóknak is meredeknek számító útvonal állt előttük. A kaptató végén már látható volt a várra várt cél, ahol kipihent, kiszomjúságát oltotta. A résztvevő gyerekek nagyon várják a jövő heti programot is. Ideig is én jártam, meg én alapban szeretek ilyen táborokba járni, és nekem ez nagyon megtetszett, és úgy döntöttem, hogy eljövök. Azt történt, hogy felmászunk a hegyen biciklivel, amiben nagyon elfáradt, én majdnem elaludtam. És mi fog ezután történni? Ezután fogunk majd vízipisztolyozni, meg számháborúzni. És melyiket várod jobban? Mind a kettőt nagyon szeretem. Igen, és még milyen programokon vettél részt, így a központ által szervezett programokon? Volt kutyaterápiás foglalkoztatás, meg ilyen rendőrkutya bemutatás, ilyesmik, meg majd jövő héten megyünk a strandra. Rövid pihenés után számháború vette kezdetét. Két csoportba oszlottak a gyerekek, majd belakták a molyhos árnyékos dombon lévő terét. A gyerekeknek ez remek kikapcsolódási lehetőség és csapatépítő program volt a nyári vakációban. A túra annyira jól sikerült, hogy a jövő heti programot is izgatva várják a gyerekek. A Cikádor magazint látták, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!